Megvan a 3,5 millió beoltott, holnap reggeltől kinyithatnak a teraszok, a kijárási tilalom kezdete pedig este 11-re módosul, jelentette be a miniszterelnök. Reggelig csaknem 3.509.000-en kapták meg legalább az első oltást. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban azt mondta, lépésről lépésre újraindítják az országot, ha pedig meg lesz a 4 millió beoltott, várhatóan a jövő hét közepén a szolgáltatások széles körét nyitják meg azok előtt, akiknek van védettségigazolványuk. A miniszterelnök kora reggel a közösségi oldalára feltett kisfilmmel közölte, hogy megvan a 3,5 milliós átoltottság, így újra van lehetőség kinyitni a kávézók és éttermek teraszait. A videó emlékeztet arra, hogy fokozatosan indulnak újra a szolgáltatások és az iskolák, valamint a regisztrációra és az oltásra is felhívja a figyelmet. Ma hajnalban tartott operatív törzsülésen azt közölték velem, hogy 3.508.846 személyt oltottunk be, ez pedig azt jelenti, hogy a teraszok holnap reggeltől kinyithatnak. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban pontos számot is közölt a beoltottságról, és arról beszélt, hogy a terasznyitáshoz kapcsolódóan szombattól 23 óráig kitolódik a kijárási tilalom kezdete is. A miniszterelnök már a 4 milliós átoltottság utáni lehetőségekről is beszélt, amit számításai szerint már jövő hét szerda csütörtök környékén elérhet az ország. Orbán Viktor elmondta, akkorra egy jóval szélesebb körű újranyitás következik a védettség igazolvánnyal rendelkezők számára. Köszönöm szépen! A kormányfő az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatainak hét elején nyitásáról azt mondta, napról napra egyre több érintett gyerek tér vissza a jelenléti oktatásba. Ugye mindig van vita a vakcinák hatékonyságáról, meg ezekről a kérdésekről, és ma is hallottam erről egy referátumot, ahol világossá tették, hogy a egy oltással rendelkezők visszabetegedési aránya az valahol az 1% körül van. Tehát aki egy oltást kapott, az már lényegében védettnek tekinthető, ezért a gyerekeink is biztonságban vannak. Orbán Viktor azonban óvatosságra intett, hiszen mint fogalmazott, a 4 milliós átoltottság a felnőtt lakosságnak csak még mindig a fele. A miniszterelnök ezért mindenkit a regisztrációra biztatott. Tehát továbbra is fontos, hogy az oltás pártján maradjunk. És fontos, hogy az oltás ellenesek hangját meg valahogyan túlkiabáljuk. Mert az oltás elleneseknek a hangja az erős. Az egész ellenzék, a teljes baloldal lényegében ide tartozik. A kormányfő hozzátette, az ellenzék a nyílt oltás ellenesség után most a vakcinák hatékonyságát támadja, de az oltás ellenességnek ezt a formáját is vissza kell utasítani. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a következő napokban, hetekben annyi vakcina érkezik, amivel nagyon gyorsan meg lehet majd duplázni a beoltottak számát. A miniszterelnök a fiatalok oltatóságáról is beszélt. Ma az az álláspontja a magyar járványügyi hatóságnak és az egészségügyi miniszternek, hogy a 16 és 18 év közöttiek beolthatóak. Pfizerrel merjük őket beoltani csak, ezért ma utasítást is adtam arra, hogy annyi Pfizert különítsenek el, annyi Pfizer oltóanyagot különítsenek el, amennyi a 16-18 év közöttiek számára szükséges lehet, és ők ezt megkaphatják. Az interjúban szóba került a veszélyhelyzeti intézkedések meghosszabbítása is. Orbán Viktor azt mondta, a járványveszély nem múlt el, a kormány cselekvő képességét továbbra is fenn kell tartani. Nem politikai versenytárgya a halottak száma. A halálozási statisztikákkal kapcsolatban Orbán Viktor visszautasította a baloldali bírálatokat, és felhívta a figyelmet arra, hogy a magyarországi adatokat nem lehet egy az egyben összehasonlítani más országokéval, és arra, hogy uniós összevetésben a jobban teljesítők között van Magyarország abban, hogy mennyivel nőtt a halálozás az utolsó járvány előtti évhez képest. Itt nem lehet jól állni, de Magyarország egy tartható pozícióban van. Inkább a jobban teljesítő országok közé tartozik, tehát ahol inkább kevesebben haltak meg. A magyar adatszolgáltatás egy másik logikát követ. Magyarországon nem teszünk különbséget a között, hogy valaki Covid-ban halt meg, vagy Covid-dal halt meg. Tehát mi nem teszünk különbséget a között, hogy valaki azért halt meg, mert megkapta a fertőzést, vagy egyébként is olyan betegsége volt, ami elvitte volna, de közben megkapta a Covidot is. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy péntek délután személyesen találkozik az Európai Bizottság elnökével. Mint mondta, Ursula von der Leyennel pénzügyi kérdésekről nem tárgyal, hiszen azok el vannak rendezve. Viszont a miniszterelnök szerint az unió jövője, Kínához és Amerikához fűződő viszonya viszont biztosan szóba kerül majd. Végül a szombati Szentgyörgy napról, a rendvédelmi szervek ünnepéről megemlékezett. Orbán Viktor azt mondta, a közrend nem bomlott fel a mostani járványhelyzetben sem, így szerinte az orvosok és az ápolók mellett a rendőröket is dicséret és elismerés illeti.